A nagyszüleim csodálatos emberek voltak. Nagypapa vendéglátós volt, és hát nehéz időket éltek, mert ugye édesapám 28-as születésű, 29-es válság idején nagyon nehéz korszakokat éltek meg. A mérhetetlen szegénységben is a nagymama, nem is tudom, a semmiből teremtett csodálatos ételeket, ebédet, vacsorát. A nagypapa pincérkedett, abból próbált a családot eltartani. Nehéz gyerekkora volt apukának, de ő valahol áthidalta, humorral, mindent áthidalt. Hála Istennek, én nagyon nagy személyiségekkel és nagy tehetségekkel találkoztam a pályám során, de talán a legtöbbet a Jóistentől az Imre kapta, mert valami olyan fantasztikus műfaj nélkülisége volt, tehát ő drámától, tragédiától, a vígjátékig, a szatíráig mindent tudott, és micsoda stílus érzéke volt. Ez volt az első, amit a próbáin megtanulhattam, hogy mindig tekintettel kell arra lenni, hogy mi az, amit mondani akarunk. Nem csak egy kis jelenettel, hanem felépítve az egész előadással, és hogy hogyan kell egy rendezőt színészként arra kényszeríteni, hogy erről minél többet tudjon az ember. Ezt is zseniálisan csinálta ő a színpadon. Életre halálra játszott, és életre halálra próbált. Ez a ilyen nagyon-nagyokra abszolút jellemző. De nem is ezt akarom mondani, hanem azt, hogy mondom a fiataloknak, hogy ez a nagy színész minden próba végén azt mondta a rendezőnek, meg mindenkinek, hogy köszönjük a próbát. De ezt soha senkitől nem hallottam, és ez egy akkora alázat volt a részéről, hogy fantasztikus. Nála három dolog alapvetően fontos volt, a hit, a hűség és a haza. De ezen kívül a szorgalom, a szeretet és a szolgálat. Ő nagyon mély érzelmű ember volt. Kifelé talán nem is lehetett ezt látni, de őt nagyon bántotta az, ha vagy őt, vagy egy kollégáját, akire arra nem volt érdemes, mellőzték, vagy megbántották. Teljes mértékben hűséges kollega volt, segített mindenkin, tehát ő ezt az ügy, mindent az ügynek tekintett, és ennek értelmében mindent megtett, hogy az sikerüljön.